A sváb hagyományokat elevenítették fel Tamásiban az immár 7. alkalommal megrendezett Tungi Fesztiválon, amely a hagyományos disznótoros sváb ételről, a tungiról kapta nevét. A gazda kulturális műsorban zene, tánc, énekprodukciókkal igyekeztek a sváb kultúra sokféle arcát megmutatni. A szervező német nemzetiségi önkormányzat a fiatalokat és a gyerekeket is szeretné megszólítani a rendezvénnyel, ezért a tamási német nemzetiségi csoportos óvodások, illetve iskolások is felléptek. Nagy örömünkre szolgál, hogy az óvodában van német nemzetiségi csoport, és egy nagyon lelkes sváb származású óvonő, a Viszti Patti, ő az óvonő, az egyik, és ő ezeket a táncokat, a népviseletet, tehát ő foglalkozik a gyerekekkel, és így tudjuk továbbadni, vagy így tudjuk átadni, és egy kicsit talán a jövő generációnak a szívébe ültetni ezeket a számomra már fontos hagyományokat. Elég nehéz a mai világban ezeket a hagyományokat és ezt az értéket átadni, mert a világ nagyon fel van gyorsulva, és teljesen más fiatalon, még teljesen más fontos nekik. Én azt gondolom, hogy amit beültettünk itt gyerekkorban, az előbb-utóbb, hogy az idő halad, elő fog jönni, vagy a szívükben remélem, hogy benne van, vagy benne lesz. A hagyományok tisztelete a viseleteken is visszaköszön, hiszen a megörökölt ruhadarabokkal a múlt egy darabkája fizikai valójában is velünk marad. Az ilyen ruhámat az édesanyámtól örököltem, úgymond. Az övé volt régebben. A plisszérozott szoknyám az eredeti, tehát ezt is kézzel a nők kézzel plisszérozták be. Aztán a mellényem, ezt is kézzel készítették, és ez a blúz, ami eredeti hímzés, azt is kell mondani, hogy a különböző svábfalvak, hiába sok svábfal van Tola megyében, de mindegyiknek speciális a színei mások, meg a hímzés mintája is. Azt lehetett tudni, hogy az Páriból jött, vagy Hőgyészről jött, vagy Gyönkről jött. Tehát akik svábok, azok tudták, sőt a tutyi mintája is elárult a... Ott lehet is látni ezen a kiállításon a sokfajta tutyit. Régen az asszonyok nagyon ügyeskezőek voltak, és sok mindent, sőt, mindent kézzel készítettek, és ugye a lábbelinket is. Hát ugye ezt nyáron tudták csak használni, vagy mert meg hogyha nem volt sár, de mindenkinek ez volt a benti cipője, ebbe mentek a templomba, bármilyen rendezvény volt, ebbe mentek. A tutyik régi minták alapján méretre készülnek, a kinti használatúakat duplán talpalták. Az asszonyok ma is készítik a lábbeliket, és megosztják egymással a generációkon átörökített tudást. Van egy idős néni, a Köller Jánosné, az Erzsi néni, annak le van írva, és de fejből is tudja, hogy 39-es, 40-es, hogy hányal kezdjük, hányal menjünk tovább. Nagyon szépen tudja nekünk mutatni, meg mondani, őtőle sokat tanultunk. És a menye, az Ilonka, ő a csoportvezetőnk, hát ő van ott, és akkor ő segít mindenben bennünket. A bonyhádi tiszta fekete, hanem bonyhád mellett van a majós, azoknak vannak ilyen, például ez is majósi minta, akkor az is majósi minta, és akkor az is ott a szélén majósi minta, és a többi, akkor van itt felső nánai, meg tehát a környező falvakból járunk ilyen kiállításokra, meg, és akkor találkozunk több emberekkel, ahonnan lefényképezzük, hazamegyünk, megkössük, és egymástól átvesszük végül is a mintákat.
A Tungi Fesztivál nem múlhat el a nevét adó étel nélkül. Ezt a legtöbb asztaltársaság már otthon elkészítette, hiszen főzése időigényes, a hozzávalókat nagyon apróra kell vágni, majd a főzés végén az ételt be kell sűríteni. A slakta tunginak hívják, mert ez disznóvágáskor szokott lenni, ebédkor az egyik étel. Húsból van, belsőségből, és a végén ez egy savanyú mártásos dolog lesz. Tehát nem pörkölt, mert sokan mondják, hogy a pörkölt, tehát nem pörkölt. Ezt az a svábos benne, hogy egy berántották a végén rendesen, hagyományosan zsírral és liszttel, és aztán a végén egy kis ecet kell hozzá, és kenyérrel kell enni. Én is ma épp a délelőtt anyukámat, én is főztem, és éppen anyukámat hívtam el, hogy ilyen nagy mennyiségben nem szoktam csinálni, hogy anyu, mennyi rántás, hogy van, és elővettük, és egy ismerősöm meg felhívott, hogy a nagymamája már nem él, de nem, mert tudnék neki valami tungi receptet, hogy azért jó ez, mert így elővesszük, foglalkozunk vele, megcsináljuk. A legkisebbeknek népi játékokkal is kedveskedtek a szervezők, és a visszajelzések szerint a gyerekek szívesen tanulják meg a sváb énekes, zenés gyermekjátékokat, mondókákat is. Így talán valóban igaz, hogy ezeket az emlékeket, hagyományokat egész életünkben őrizni fogjuk. Természetesen a gyerekek szeretik, és gyermeki lelkesedéssel állnak hozzá a hagyományok megőrzéséhez. Észrevehető, hogy melyek azok a családok, ahol esetleg a felmenők között svábok is élnek, és ők különösebben ápolják, megtartják ezeket a hagyományokat. Emlékszem pont a tungira, ezt mi disznóvágások alkalmával szoktuk elkészíteni. Emlékszem a népviseletre, a hagyományos tutyikra, amit mi is hordtunk otthon, és azóta is szeretettel viselem őket, és természetesen a zenére és a táncra is.